Péter és Kárász András. Jó estét, sziasztok! Jó estét, igenek, üdvözlöm! Hát mielőtt belemegyünk ebben nagyon különleges fesztiválba, amit idén már 10. alkalommal fogtok megrendezni, egy picit meséljetek magáról a művészről, Auer Lipótról, hiszen Auer Fesztivál. Milyen életutat járt be a művész? Hát fantasztikus életutat. Én, mint veszprémi születésű és szintén hegedűs, számomra külön nagy felfedezés volt, gyerekkoromban rengeteget hallottam róla, de amikor aztán erre a pályára mentem és megtudtam, hogy micsoda óriási hatást gyakorolt a 20. századi hegedűművészetre, hogy hány híresebbnél híresebb hegedűművész került ki az ő műhelyéből a Szentpétervári konzervatóriumból, akkor igencsak elcsodálkoztam, hogy ugyanazokon a köveken járkált hegedűórára. Sokan azt hiszik róla, hogy orosz, nem? Pont azért, hát mert pont ő Szentpétervár ott élt. Így van. Ő 1845-ben született, és 1930-ig élt, tehát ezért nagyon érdekes időszak volt, és ugye Szentpétervárról neki menekülnie kellett, amikor jött ott a csúnya világ, és akkor Amerikába került, ahol tártkalokkal várták, és idős korában, 70 éves korában, még idősebben is a Carnegie Hallban koncertezett. András, rád milyen hatással volt, mint újabb generációs zenészre? Auer Lipót? Így. Igazából a... Általában ugye az ő zeneisége, az ő művészete. Hát ne felejtsük el, hogy a legnagyobb zeneszerzők ajánlották nekik a versenyműveiket, így például Csajkovszki is, akár Glazunov, tehát ő egy nagy követe volt tulajdonképpen a zenének és a klasszikus zeneszerzők műveinek, és az ő művészete, illetve a növendékei kapcsán hallom én is aktív koncertezőként és koncertlátogatóként is, azok a növendékei nem élnek, akik a közvetlen növendékei voltak, de lehet érezni, hogy ő mit is tanított és mit adott a zenészeknek, milyen tanítást és milyen útvonalat jelölt ki ő. Az biztos, hogy azt már megadta, hogy 10 évvel ezelőtt az ő nevével elinduljon akkor ez a fesztivál. Aki mondjuk még nem járt ezen a fesztiválon és nem ismeri az Auer Fesztivált, egy picit mutassátok be nekünk és a nézőknek, hogy 10 évvel ezelőtt milyen céllal és milyen indítatással vágtál bele. Először egy tévéfilmet készítettünk egyébként Auer Lipót életéről, egy 70 perces tévéfilmet, az több csatornán ment is, és úgy vettük észre, hogy egyre többen megtudták, hogy milyen örökséget hagyott ő hátra. És akkor aztán arra gondoltunk, hogy egy fesztivál az jó alkalom lesz arra, hogy minden évben újból az ő neve terítékre kerüljön, mint hogy most is őróla beszélgetünk, és ez minden évben így van. Másrészt pedig Veszprémben nyáron nem volt klasszikus zenei fesztivál, klasszikus zenei koncertek, és úgy gondoltuk, hogy a közönség ezt nagyon nagy örömmel fogja fogadni, és azt látjuk is, hogy így van, már várja mindenki. Nem hogy... lenne ez már a 10. Ha nem lett volna nagy siker, akkor lehet, hogy már a 3. azt mondják, hogy nem kérjük, hát köszönöm. Hát igen, ha nem tudtuk volna eladni a jegyeket, akkor... Na de így, hogy itt vagyunk a 10. jubileumi fesztiválnál, kik lesznek azok a sztár fellépők, akár nemzetközi szinten, akár hazai szinten, akiket persze a teljesség igénye nélkül érdemes lehet kiemelni? A
az volt a célkitűzésünk, hogy a legnagyszerűbb szólistákból hívjunk vissza a tizedik tehát a jubiláló alkalomra. Ez sikerült is, tehát a két szenzációs név, Gidon Kremer és Avi Vitál is elfogadta a felkérést. A nyitó koncerten Gidon Kremer lesz a Mendelssohn Kamarazenekar vendége. Csütörtökön pedig Avi Vitál, a Deutsche Grammophon első osztályú mandolin művésze fog egy fantasztikus koncertet bemutatni a közönségnek. Ti melyik koncertet várjátok a legjobban? Tudom, hogy nagyon nehéz kiemelni egyet, mert mindegyik fantasztikus lesz, de például még ott van az utolsó 2-3 nap, hát ott is remek előadó művészek lesznek. Hétfőtől szombatig tart a fesztivál. 29-től hát, ha már az utolsó két koncertre utaltál, akkor András mondja el, mert az ő ötlete volt ez a két személyes koncert. Személyes kedvenc. Na, hát azzal kellett volna indítanod, de személyes kedvenc, nem baj. Azzal is fejezhetjük be, de ez mindegy, igazából az a lényeg, hogy jönnek, tehát a Volosi Együttes egy világzenei együttes, akik népi zenét játszanak, de egy igazi crossover, mert őket mostanában úgy fémjelzik a nemzetközi sajtóban, hogy a rocksztárok, tehát hogy tulajdonképpen rockos népzenét játszanak, és a Vomex egy előkelő listába őket beválasztotta, mint legjobb. A Lajko Félixszel készítette közösen egy albumot, és beválasztották az egyik legjobb világzenei albumok közé. Sajnos Lajko Félix nem tudott lenni, ugye? Vagy ott most lesz, ő is? Most nem lesz. Most nem. De 11-en. Így. Hogyha még kedvet akarnánk csinálni azoknak a zeneszeretőknek, akik esetleg nem vásárolták még meg a fesztivál jegyüket, kiknek ajánlanád ezt a fesztivált, Péter, hogyha így össze kéne foglalni? Hát ugye ez egy klasszikus zenei fesztivál, tehát nyilván megvan az a réteg, vagy az a közönség, aki szokott járni klasszikus zenei koncertekre, de igyekszünk úgy összeállítani a programot, hogy ne csak hozzájuk szóljunk. Hát például az említett utolsó két koncert is ebbe az irányba mutat, de talán még azt mindenképp megemlíteném, hogy manapság az a divat, hogy azt mondjuk, hogy a kamarazenére nincsen akkora érdeklődés, tehát ugye kamarazenének hívjuk, amikor nem zenekar játszik, hanem csak egy páran, például egy vonos négyes. Hát ez a fesztivál többek közt arról is nevezetes, hogy új együtteseket hoz létre. Az Auer trió is. Az új Auer vonós négyes is itt fog debütálni. Így van, ráadásul egy fiatal, fantasztikus francia zongoristával, Luca de Bargal, aki tavaly már járt nálunk, és óriási sikere volt. Akkor visszatérnek hozzánk a világsztárok. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Sok sikert kívánunk akkor a fesztiválhoz. Veszprém, Auer Fesztivál, július 29-e és augusztus 3-a között. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.